Hello mindenkinek, én Kipi vagyok, és köszöntelek titeket egy újabb Minecraft videóban. Néhány hónappal ezelőtt megjelent a Minecraft legújabb 1.15-ös frissítése, amely elsősorban méhekkel, másodszorban pedig igazából a játék minden területével kapcsolatos újdonságokat hozott a Minecraftba. Ebben a videóban 10 tippet, ötletet és tennivalót szeretnék megosztani minden olyan régi és új játékossal, aki kíváncsi, hogy mi mindent lehet csinálni a legújabb verzióban, vagy csak egyszerűen egy kicsit másképp szeretne játszani a játékkal. Ha tetszik majd nektek ez a videó, akkor azt mindenféleképpen jelezzétek egy lájkkal, írjátok meg kommentben, valamint osszátok meg a videót ismerőseitekkel, és szerintem akkor vágjunk is bele. Az 1.15-ös frissítésben bekerültek a méhek a játékba, amelyek a való élethez hasonlóan szintén nagyon hasznosnak bizonyulnak a játékban. Az első tippem számotokra az lenne, hogy építsetek egy méhek által felgyorsított farmot. A méheknek ugyanis van egy olyan tulajdonsága, hogy amikor virágport visznek a kaptárba, alkalmanként leesik belőle egy kevés, és ha az valamilyen növénnyel érintkezik, akkor annak felgyorsul a növekedése. Ezzel nagyon termékeny farmokat lehet kialakítani, hiszen csontpor használata nélkül is elérhetjük ugyanazt az eredményt. Szerintem mindenféleképpen izgalmas lehet kipróbálni egy méhek által fenntartott kertészetet, hiszen így ti is és a méhek is jól járnak. Csak ültessetek el néhány virágot a közelben, és már is indulhat a közös munka. A következő ötletem egy redstone szerkezettel kapcsolatos. Sokan szeretnek automata farmokat építeni, de az itemek szállítása sokszor macerás lehet hopperekkel vagy ládás csillékkel. Nos, erre kínál megoldást az új maze block, aminek speciális tulajdonsága, hogy hozzáragadnak az itemek. Ezt kihasználva a működő futószalagokat tudunk létrehozni pisztonok segítségével. Már csak dropperekkel rá kell dobni az itemet a szalagra, majd a végéről hopperrel átvezetni a kívánt ládába, és már is egy önműködő gyártósort hoztunk létre a saját világunkban. Ez aztán a luxus. A következő mókás időtöltés szintén az új maze blokkokkal kapcsolatos. Az itemek mellett ugyanis a mobok és a játékosok is hozzáragadnak ehhez a blokkhoz, és ezt nagyon szórakoztató dolgokra lehet felhasználni. Például építhetünk egy tetszés szerinti pályát a bázisunk környékén, amely kihasználja az új blokk által adott csúszási lehetőségek sokszínűségét. A lehetőségek száma végtelen. Olyan pályát hozhatunk létre, amiért csak akarunk, és olyan akadályokkal, amilyenekkel csak szeretnénk. Ha már tényleg kifutottunk a tennivalókból, ezzel igazán mókássá tehetjük a játékot, főleg ha ezt barátokkal együtt, akár versenyszerűen tesszük meg. A következő tipp az állattartással kapcsolatos, és szintén a maze block ragadós tulajdonságát veszi elő. Állataink területét általában rögtön kerítéssel jelöljük ki, hiszen ez az egyetlen esztétikus módja annak, hogy egy helyen tartsuk őket. Legalábbis mostanáig ez volt az egyetlen lehetőségünk. Az új maze block azonban mindent megváltoztat. Ez a blokk ugyanis megakadályozza, hogy a rajta álló mob ugrani tudjon. Ezt kihasználva elég, ha az állatok területét csupán egy blokkal lejjebb süllyesztjük, majd pedig körbevesszük maze blokkokkal, és már is kész a kerítés. Ha egy kicsit esztétikusabban akarjuk megoldani, tetszőleges színű szőnyeget is tehetünk a maze blokkokra, hogy elrejtsük őket, valamint a területet körbevevő egy blokk magas peremet is érdemes valami szép blokkból megépíteni. Ez egy igazán egyszerű, mégis nagyon hasznos módja az állatok elkerítésének, főleg ha már meguntuk a régi módi kerítések használatát. A következő ötlet a Netherben való közlekedéssel kapcsolatos. Alapból a legtöbb játékos alagutakat és csillerendszereket épít a különböző portálok összekötésére, de ez néha veszélyes is lehet a spawnoló mobok miatt. Nos, az 1.15-ös frissítés egyik kevésbé ismert újdonsága erre a problémára kínál megoldást. Mielőtt azonban részletesen belemegyek, érdemes lenne tisztázni, hogy hogyan is működnek a Nether portálok. A Nether és az Overworld távolságai 1 a 8-hoz arányban viszonyulnak egymáshoz, vagyis egy blokk a Netherben 8 blokknak felel meg az Overworldben. Egy gyakran bevett módszer, hogy a portál megépítése után megnézzük mondjuk a belső terület jobb alsó blokkjának koordinátáit, majd az X és Z értékeket elosztjuk 8-szal. Ezután bemegyünk a Netherbe, és ott szintén megnézzük ugyanennek a blokknak a koordinátáit, amelyek ezúttal ugyanannyit fognak mutatni, mint amennyit az előbb az osztással kiszámoltunk. A portál generálás nem teljesen pontos, tehát elképzelhető, hogy lesz némi különbség az X és a Z tengely értékei között, de a legnagyobb eltérést az Y tengely értékei mutathatják. Az előbb használt osztást figyelembe véve, ha a portál a Netherben is ugyanazon a magasságon generálódott volna le, akkor a fáklyával jelölt pont lenne a Nether portál úgynevezett ideális pozíciója.
A játék úgy működik, hogy amikor legenerálunk egy új portált a Netherben, azáltal, hogy az Overworldben belépünk egy újba, a játék keresni fog egy már létező portált, lehetőleg minél közelebb az ideális pozícióhoz, vagyis ha az ideális pozíció közelében két portált is talál, akkor mindig az ideális pozícióhoz legközelebbi portált fogja választani. Ezután a két portál összekapcsolódik. Most, hogy legeneráltuk a portált, ideje lenne egy kicsit biztonságosabb helyre költöztetni. És itt jön képbe a Nether legbiztonságosabb helye, a Nether teteje. Fontos, hogy közvetlenül az ideális pozíció fölé tegyük a portált. Szóval ideje meglátogatni a Nether tetejét, ahol majd újra letehetjük a portált és kihasználhatjuk az új lehetőségeinket. Eddig nem volt lehetőségünk arra, hogy ezt megtehessük, de az 1.15-ös frissítésnek hála ez már a múlté. Számos módja létezik a feljutásnak, a lényeg, hogy kijussunk a bedrock réteg fölé, ahol semmilyen mob nem tud spawnolni. Ezután megépíthetjük a portálunkat, de fontos, hogy a tetejére tegyünk olyan blokkokat, amikre nem tudnak mobok spawnolni, például fél blokkokat. Ezután begyújthatjuk a portált, ami ugye továbbra is az ideális pozíción van, és átmehetünk rajta. Az 1.15-ös frissítés újdonsága az, hogy ezek a portálok összekapcsolódnak az Overworld-beli portálokkal, és ez oda-vissza működik. Ez korábbi verziókban nem volt lehetséges, mert a játékos nem tudott visszajutni a Nether tetejére, de most már ez is működik. Ezzel egy extrém biztonságos közlekedési rendszert tudunk kiépíteni a Netherben. A következő tennivaló 5 új játékszabály parancsal, azaz Game Rule-lal kapcsolatos. Az első parancsal beállíthatjuk, hogy spawnoljanak-e fantomok éjszaka, amit valószínűleg sokan ki fognak kapcsolni a fantomok idegesítő mi volt a révén. A második parancs az azonnali újraéledéssel kapcsolatos, ami azoknak lehet jó, akik nem akarnak időt húzni azzal, hogy megvárják a halálképernyőt, hanem inkább egyből folytatnák a játékot. A maradék három parancsal pedig a fulladás, a zuhanás és a tűz által okozott sebződést tudjuk be és kikapcsolni, ha nehezíteni vagy könnyíteni akarunk a játékunkon. Szerintem ezen parancsok kipróbálása mindenféleképpen egy hasznos időtöltés lehet az új Minecraft verzióban. A most következő tipp igazából egy nagyon apró változtatással kapcsolatos, de én mégis úgy gondolom, hogy sokak számára hasznos lehet. Az 1.15-ös frissítéstől kezdve nem kell kemencékben kiszárítanunk az elhasznált szivacsainkat, hiszen ezt már a Netherben is megtehetjük, ráadásul összességében nézve sokkal gyorsabban, mintha kemencéket használnánk. Nincs más dolgunk, mint letenni a vizes szivacsokat a Netherben, és azok már is megszáradnak. A következő tipp szintén egy apró változtatás, ami szerintem sokak számára hasznos lehet, főleg, hogy nem is annyira közismert újdonság. Arról van szó, hogy a méhektől üvegekkel megszerzett méz semlegesíti a méreg hatását. Tehát ha megmérgez minket egy boszorkány, vagy bármilyen más módon ránk kerül ez az effekt, és nincs nálunk egy vödör tej, akkor elég, ha kérünk egy kis mézet a méhektől, majd azt elfogyasztjuk, és már is meggyógyulunk. Csak vigyázzatok, nehogy magatokra haragítsátok a méheket, akik olyan szorgosan készítették a mézet. Egy újabb tennivalónak tudom ajánlani az új advancementek teljesítését. Ebben a frissítésben 3 új advancement került be a játékba, amelyek természetesen mind a méhekkel kapcsolatosak, úgyhogy ez viszonylag könnyen teljesíthető dolog, de azért mégis biztosít egy kisebb fajta kihívást a játékosnak. Egy újabb tennivaló lehet mondjuk egy automata maze farm létrehozása dispenserekkel és egyéb redstone szerkezetekkel. Nincs más dolgunk, mint a kaptárak mellé metziollókkal vagy üres üvegpalackokkal teli dispenzereket tenni, majd az egészet rákötni egy automatizáló rendszerre, ami egyszerre tárolja el a megtelt palackokat és teszi a helyükre az üres palackokat. Ha nagyon fel akarjátok tölteni a maze készleteiteket, vagy egy szerveren akarjátok nagy üzemben eladni őket, akkor ez a legjobb megoldás rá, hiszen miközben ti mással foglalkoztok, az automatikus maze farmotok szépen elvégzi a dolgát. Ennyi is lett volna ez a videó, nagyon remélem, hogy tetszett nektek és hasznosnak találtátok. Ha ez így volt, akkor azt mindenféleképpen jelezzétek egy lájkkal, valamint írjátok meg kommentben, illetve osszátok meg a videót ismerőseitekkel, és köszönöm szépen a figyelmeteket, hamarosan találkozunk egy következő videóban. Addig is, sziasztok!